reggelt! Nagyon reggel van. Alig múlt 8. Már később pedig indulok, de szóltam, hogy hát sajnos nem úgy jöttek össze a dolgok reggelen, mint szerettem volna. Legalább leteszteltem, és most már bátran tudom mondani, hogy ha túl széles a tubeless szallag, akkor kiengedi a levegőt. Úgyhogy nem jött össze. Enyhébre kell vágnom, vékonyabbra. Kivan még? Ja igen, begyulladt a lábújom. Na. Elkészültem a hátsó kerékkel, igaz, hát nem a legjobb, sőt, szerintem elég bénán fűzhettem, mert valahol nagyon-nagyon 8-as benne. Úgyhogy ott majd kell még egy újat, meg újat, meg újabbat lazítani rajta. Lehet, hogy teljesen új fűzést fogok rajta csinálni. Ma csütörtök van, nem volt kedvem ma semmilyen fel, de úgy döntöttem, hogy mégis hozom a kamerát. Ezt meglátjuk, mi lesz. Az első köröm egy igen nagy kis széles kör. Már van nálam tegnapról cucc, de esős idő ellenére megyek a Gáspárba, a József körútra. Aztán onnan megyek Jókaiba, Hajfába, Jókaiba. Majd Hollán Ernőbe, igen, az 51-es számára. Elég hosszú lesz ez út. De majd jót warpolunk. Na, sziasztok! Igen, hordom a mezemet, mert az én mezem. Én sem az urlak tovább. Minden, hova is megyek. Minden az Akácsa utca is végül a Jókai. Igen. Hú, a tegnap után nagyon lusta voltam. Későn is keltem, plusz ezt a vacsorot szereltem este is, meg reggel is. Meg rengeret. Érdekes. Van új hátsó felnyés a küllők. Látszik? Nem látszik, de látszik. Szerintem szép. Juhú! Úgy döntöttem, kerülőbe elmegyek egy kicsit. Nem akarok menni a körúton. Erre megyek. Jaj, ott a Timeboardban láttatok majd a bringát, aki bejön mellettem. Képes volt 25 km/h sebesség mellett. A bicikli úton lecsengetni, hogy megelőzzön, majd előttem belassítsa. Ez egészen tartott, odáig ez a tempója, ugye meg kellett állni. De nem tudta kiszámítani, ezért későn is túl hamar ért oda. Aztán átváltottam nagy tányérra, hát mondom, haver, jó van, én ne haragudj, nem tudok csengőt, nem is akarok, de én legalább megyek, ha már megelőzzük. És ott hagytam. Tehát nagyon erős volt, de nem értem ilyenkor az embereket, ha előznek, mert annyira sietnék kell, akkor miért nem mennek utána? Miért kell rögtön lelassítani? Érezhető ilyenkor, hogy csak azért csinálták, hogy beszóljanak, hogy gyorsabb, hogy erősebb. Igen, de most bemegy a munkahelyére, aztán hazamegy. Nem hinném, hogy futárkodni fog egész nap. Szerintem teljesen más kategória. Na minden, ezt így el akartam nektek mondani. Ah.
Jó reggelt! Na, megvan az első. Hajtva is, amikor a másik belőle, szerintem megint csak az van, hogy zárva van. Innen nézve, ha kint van a cepi. Akkor megyek tovább. Irány a jókai. Szia, jó reggelt! Kiderült, hogy itt nincs semmi, úgyhogy mehetek tovább. Megyek tovább a Hollánerre 51-be. Olyan, azt sem a sarkon van, de olyan jó, mert a könnyű bringóval tekerni. Most akarsz parkolni fogadni? Nem akar parkolni. Csak lassan megy. Ez a tükörnek van itt olyan. Már biztos, hogy nem. Ja, ez a kollégina. Úgy látom. Csak viccelek a kollégina, mert félkül. Megjöttem. Hú, de jó könnyed itt szólni, imádom. Szeretjük. Ja. Gyere kifelé, gyere kifelé. Tudom, hogy nem tetszik másnak, de nem szeretem, hogy így van egy ajtó, úgyhogy én becsapom. Tisztelt. És most irány a központ. Tengerpart lesz a leggyorsabb, attól tartok. Úgy centrigózó állványra gyűjtök. Remélem hamarosan meg lesz. Majd meglátjuk. Keveset aludtam. Meg ilyenkor ez a levegőes. Azért tud az embernek adni egy ilyen... Hú, aludnék egy jót. Mindjárt még egy másodikat. Képzeljétek el, egy baromi nagy budai kört kapok, annyira baromi nagy jött, hogy először el kell mennem az Egri út felé. Először a Fehérvári út 82, majd az Egri úton a Benzés utca 32. Úgyhogy baromi hosszú napom, már most látom. Remélem, hogy tényleg csak ijeszget minket ez a felhőség odafönt. Nem kérek belőle, köszönöm. Hú. Meglátjuk. Ez hosszú lesz. Nagyon hosszú lesz. Hosszabb lesz, mint a péntek. A péntek lesz a leghosszabb, mert ott fogom a legjobban bármi a vége legyen. És én ezt csináltam több interjúig. Köszönöm. Nem kérem belőle többet. Szeretek futni, de nem ilyen távolságokat összeviszni.
Ahogy látom, most nem is kell. Vagy de. Majd kiderül. Na. De, ezt nem lehet hogy a rohadt nem. Néznem, hogy hová megyek, mert... 82. De oké, de ez mi? BMC fogászat. Ha itt még nem jártam, akkor meg szólnál. Ennek kell mennie. Na, mehetek tovább. Az előző utamra. Aztán vissza kell mennem a B105-höz, lesz egy keveredés, de nem volt kellem két irányba menni, azért döntöttem, hogy először ebbe az irányba jön kell. És akkor kell nekünk egy benzés utca. Na, ezt hol is van? Végig kell menni Fehérvári, Valvali, Egri út, a kutyafülét. Valami Bazsalikon utca? Igen. Megjöttem. Annyira nem volt vészes, de azért nem a sarkomban. Ezt nézzétek meg, ott túloldalon. Nem tudom, látszódik-e. Szerintem nem látjátok ott fönt. Milyen jól lehet ott lakni a hegytetőn. Na, durva. Időközben neki kell állnom féket javítani, mert alig fog az első. Konkrétan meghalok, ha csak véletlenül azt húzom. Hú, de jó lesz egyszer hidrásom, lesz, nem kell ilyenek kötökölni. Beállítom, jó napot! Na, itt már van fékerünk. Menj el sikit. Zárgál van fékerünk. Már valami? Még egy picit veszitek rajta? Jó. Na, meg is jöttem. Hamar ilyen jöttem szerintem. Hó, ezen is meg vagyunk. Meg kell nézem, hová megyek következő címbe. Fejből nincs meg. Az összes, ezt elteszem. Úgy is kell fogni. És papíron van mentve, nem mindent ismerem sajnos, úgyhogy ez nem az. Ez az. Azt mondja, voltam a Bencésnél. Ez a Hajnóci utca 24 lesz szerintem. Mindjárt rákeresek. Na, úgy néz ki, meg is van a sorrendem. Megyek egy Hajnóci utca 24-et, egy Géggolyó 6-ot, egy Margit körút 2-t, és Kisceli út. Az meg a Flórián, ugye. Úgyhogy ennyi a vége. Aztán vissza a Móricra. Remélem. We'll be right back.
És most átmegyünk a hajó cicába. Átmegyek. Jajjunk a vasat, köszönöm. És ide azt hiszem a kulcs kell, hogy be tudjak menni. Hát, fölvettem az esőgatyámat. Most nagyon szakad. És ilyenkor van nincs kedvem dolgozni. Ez a nincs kedvem időszak. Utáló szakadóséget csinálni bármit, hogy tudsz enni. Sétálni szeretném. Megyek el a Margit körút kettőbe. Ó, ez nem is szakad, ez zuhog. Jaj! Ezt kívülre tettem mindent. Most el lehet el is kell, mert akkor van nagyon esik, hogy és csak maximum kameraállás maradhat. És akkor nem tudjuk tekerni, minden a kabács zsebben van ki, jaj! Röpöli a lábam. Hey! Gyűlölök esőben biciklizni. Eső után szeretek. Enyhe esőben szeretek, de ilyenben nem. Turbozni nem tudok ilyen esőben, mert akkor annyira szétázom, hogy eszméletlenül. Ha meg túl lassan megyek, akkor meg azért, hogy tök mindegy, de inkább maradnék ennél a viszonylag nyugodt tekerésnél. Láttátok ilyen kis nagy hatázóban. Szerintem csodáztam be. Néztem a térképet. Azt írja, hogy nagyjából délre van, hogy hagyja az esőt. Hát legyen így. Mert fél egykor. Ez kiderülni. Sziasztok! Szia! Na, meg vagyok, meg tudod visszamenni. Most enyhült az eső, remélem, hogy így is marad. Na, én a, hát mondjuk úgy, hogy harmadik kör, ez egy hosszú pesti oldal lesz. Megyek az exkluzív dentálba Ferencek terére. Ha mindent ment Bátori 23-24-ig, a Hajpába, nem tudom melyikbe. És hol megyek? Árkád és Gáspár, igen. Nagyjából megyünk. Ez is egy szép hosszú út lesz. És
sem a bőhű szemlélés, akkor hevered. És bátor utca. Hát bocsika srácok, ez ilyen nap esős. Nem minden felvétel lesz tök kényeletesen éjjel. Bocs. Nagyon is cipidős. Nagy csökkentem, hogy kell a levegő külfuha. Sokat engedtem vissza, hogy kukat nem tudok. Csokoládés tészta. Annyiból nem vagyok puha a gumi, hogy nem tudsz itt kanyarba jönni a seggbe. Léci, kapcsolod le a lámpára. Viszlát. Mi van meg? Itt jobbról elég veszélyes az út. Semmilyen tükör nincs, tehát félig ki kell menni, hogy lássuk én nekem ott sem. És csak akkor is, ha a felét látom. Hátulra már nem látom. Ha jönnek, jönnek, ha nem, nem. Szia úr! És itt vagyok, itt van, de én nem örülök. Másik oldal. Időközben kaptam egy jó kait is, hogy ugorjak be oda. És akkor utána hajfaj, Akácfa utcában. Gáspári Párkány, azt hiszem ez lesz, igen. Nem tudom, látszódik a felvételem majd, de taknyoltam egy jót. Ó, be is vágtam a bal oldalon. Kellemes volt, de hát nem baj. Ez van. Oh, megúrott a lánc. Olyan szokott. Rosszul váltottam, és megúrott. Jaj, de jól esett ez a kis csúszás. Nem minden működik, csak a lábam fáj majd egy kicsit. Jó, bevágtam magam, olyan csúsztam. Orzsulás, nem érzek, max a kezemen, de a kabát megvejdett. Max egy kicsi lesz, elnézlek most. Megyek tovább. És bocs, hogy nem haladszik jól, de fejjel lefele van a kamera, stabilizátor nélkül. Volt már egy ilyen érzésem, hogy ma esni fogok. Hát esik. Estem! Szerencsére nem nagy sebesség, nem. Meg jól estem, ha jól érzem. Telefon? Ó, tényleg, az pont ott volt. Remélem, egyben van. Ah.
itt van. Úgy is járdát, hogy kicsit belassítok. Muszáj, mert olyan helyen van a fogászat, hogy másképp nem érek oda gyorsan. És ahogy előbb láttátok, az ilyen hirtelen dolgokat, azt most mellőzünk. Na látjátok, ilyen kis furaszögben vagyunk. Aj, hogy fáj a popom. Jaj. Mit akarok? Na így festenek, látjátok? Így, most így. Feljön lefele. Na, megjöttem! Stabilizálás nélkül jöttem, nem? Jaj! Gomb! Meg kell nyomni. Milyen közel? Ha milyen közelre csak lehet. És majd látjuk, mi történik. Megjöttem! Jó napot! Na, az van, srácok, hogy hívott a Gábor, de három vagyunk most Gáborok, mindegy. És választottam, majd bemegyek a központba, vagy innen elmegyek a Flóriánba. Hát hülye, nem vagyok innen közelebb van a Flórián, úgyhogy megyek innen a Flóriánba. Jaj, de jó! Egy kis kerülő. Ellenben akkor lehet jobb lett volna mexikói úton menni. Arra. Nem, maradok a Bringa útnál. Viszont szépek a hegyek így a felhővel. Nagyon gyönyörűek. Mint a füstölögne a helyzővel. Nem? Nekem olyan? Hello! Itt nem lehet gyalogolni. Bringa út! Baromi a táblákra ki van rakva egyébként, nem értem, miért nem lehet megérteni. Ott is ott van a tábla, meg ez a tábla is azt mutatja, hogy külön. Szerintem elég jól érzek ehhez, hogy oda van írva. Van egy itt a Flóriánban. Végre!
Na most már csak egy van hátra, be kell vinnem a megszerzett cuccokat. Itt van a következő, Istenberte Monsun. Már megint. Ez már a harmadik. Sziasztok, megyünk haza. Vége a napnak. Laza 80-as volt. Neked talán még több. Nem tudom. Ezt megyek asszonyhoz, és ennyi a nap. Tudjátok a szöveget, szóljátok utasásaitoknak. Pá!